A film az Európai Unió európai integrációs alapjának támogatásával jött létre. A 80-as évek végén több mint 127 ezeren vándoroltak be Magyarországra, többségük Jugoszlávia, Románia és a volt Szovjetunió területéről érkezett. No, itt álljunk meg egy szóra. Őseink és az oroszok ősei megközelítőleg 12 évszázada élnek egymás mellett. Ez alatt az idő alatt voltunk együttműködő baráti államok, de nem kell messzire menni a történelembe, hogy felelevenítsük a szovjet időket. A szocialista évtizedek alatt annyira erősen kényszerítették a társadalomra a szovjet elveket, hogy amint a rendszerváltás megtörtént, mindenki hátat fordított nekik. A 90-es évek elejét pedig egyenesen a ruszofóbia jellemezte. Azt, hogy milyen lehetett orosz nemzetiségűként Magyarországon élni, nem nagyon kutatták. Ezért is érdekes jelen a története. Dr. Karaszóva Éliana vagyok, moszkvai vagyok, már 20 évét élek Magyarországon. Egy magyar férfihez mentem feleségül, és ide kerültem Budapestre. Nagyon szeretek itt élni. Két félnőtt lányom van, és orvosként dolgozom. A rendszerváltozás megelőző évtizedekben a Szovjetunióból kiinduló migrációs hullámnak két fő indoka volt. Politikai okok és a külföldi házasságok. Annak idején sok magyar férfinak nyílt lehetősége szocialista országokban dolgozni, és a tapasztalat szerzésen túl többen egy orosz feleséggel is gazdagodtak. A nyugatiasabb gondolkodású férfi és a keleti hagyományokat őrző nő kapcsolata egy igazi vegyes házasság. No de miért éppen Magyarországon? Soha nem vágytam különösebb Magyarországra, csak én olyan emberhez mentem feleségül, hogy bárhova mentem volna, akár az északi sarokba, ahol onnan származott volna. Ide jöttem és nagyon megszerettem, nagyon tetszett az ország, a gyönyörű kis városok, a hegyvidéket, a Duna, az emberek, a hangulat. 18 éve vagyok már magyar állampolgár. Napjainkban nem egyszerű egy külföldinek magyar állampolgárságot szereznie, sokszor éveket kell várni rá. És már ahhoz is igen komoly megélhetési, lakhatási, biztosítási és közbiztonsági feltételeknek kell megfelelniük, hogy állandó letelepedési engedélyt kaphassanak. De vajon mennyivel van egyszerűbb helyzetük azoknak, akik rendelkeznek egy magyar hozzátartozóval, tegyük fel egy magyar férjjel? A letelepedési engedéllyel rendelkezők családtagjai könnyített feltételekkel kaphatják meg a letelepedési engedélyt, nem automatikusan. Családtagok esetén egy éves életközösséget kell igazolni a kérelem benyújtását megelőzően, házastársak esetén pedig a kérelem benyújtását megelőzően két éve megkötött házasságot kell igazolni. Ez utóbbi szabályozás az érdekházasságok kiszűrését célozza. Jelena is hamar megkapta a magyar állampolgárságot, ahogyan ő emlékszik vissza, a 80-as évek végén szovjetként és feleségként nem ütközött semmiféle adminisztratív nehézségbe, ráadásul egy olyan férfi oldalán volt, akiért megérte otthagyni szülőföldjét. A férjemet kint Moszkvában ismerkedtem meg, ő építészmérnökként dolgozott, én még egyetemista voltam. Ez egy igazi szerelem volt az EU-s látásra. 8 évek voltunk együtt Oroszországban, Moszkvában, utána ide költöztünk Magyarországra. Ettől kezdve nagyon megváltozott az életem. Egyedül voltunk, a volt férjem szülei már meghaltak, az én szülei Moszkvában maradtam. Kisgyerekem volt akkor, nem tudtam a nyelvet, nem voltak itt barátaim, kicsit egyedül éreztem magamat. A szülőföld elhagyása az én megítélésem szerint egy szörnyű dolog. De ezt nem mindenki egyformán éli meg. Van, aki ezt könnyebben teszi, van, aki nehezebben. Ez személyiségfüggő, úgy gondolom. Azoknak az embereknek, akiknek ez gondot okoz, azoknak ez katasztrofális is lehet. Azok, akik ezt könnyebben veszik fel, azok tényleg könnyebben, minden nehézség nélkül áthidalják, és átélik, és alkalmazkodnak. A férjem rengeteget segített nekem. Nagyon mellettem állt. Elkezdett velem csak magyarul beszélni, hogy minél gyorsabban megtanuljam a nyelvemet. Segített velem, kerestük a munkát, és fél év múlva sikerült is nekem elhelyezkedni az István kórházba, ahol mai napig is ott dolgozom.
Jelena életét mások szolgálatába állítva orvosként dolgozik. Diplomáját a Moszkvai Orvostudományi Egyetemen szerezte, majd itthon is éveken át belgyógyászként dolgozott. Pár évvel ezelőtt tudását mozgásszervi rehabilitációval kamatoztatta, hogy még közelebb kerüljön azokhoz, akiknek igazán szükségük van rá. Jelenleg a magyar egészségügy egy igazi gyöngyszemében, az István Kórház Rehabilitációs Intézetében dolgozik. Amikor ezt az intézményt létrehozták, különlegesen szedték össze az orvosi gárdáját. Hogyan került ide Jelena Karaszova? Amikor létrehoztuk ezt az intézményt, akkor a Szent István Kórház, aki jelenleg is az anyaintézményünk, Szent István Kórház egy darab rehabilitációs szakorvossal rendelkezett, ez a Jelena főorvosnő volt, és ő jelentkezett, illetve én kerestem meg, és azt hiszem, hogy körülbelül 10 perc alatt egymásra találtunk, és láttuk, hogy egy a gondolkozásunk. Nem volt neki könnyű eljönni a kórházba, mert nagyon szerették, és tulajdonképpen jó dolga volt azon az osztályon, ahol dolgozott, de mégis minket választott, hál' Istennek. A közvéleménykutatások alapján sokan azért idegenkednek a bevándorlóktól, mert úgy vélik, elvetik a magyaroktól a munka lehetőséget. De mi van abban az esetben, ha éppen egy olyan munkakört töltenek be, ahol egyébként méltatlanul nagy a hiány, például az orvosoknál? Nagyon fontos, hogy a munkaerőpiacon vagy az ország gazdasági életében egy funkcionális, egy pozitív szerepet töltsön be a bevándorló, akár munkavállalóként, akár vállalkozóként, és megint csak, hogyha a gazdasági tevékenysége szorosan kapcsolódik az üzletfeleket, a fogyasztókat, a munkatársakat, illetően a magyar társadalomhoz, akkor valószínű, hogy nagyobb mértékű integrációról beszélünk, mint hogyha ez egy teljesen zárt, teljesen elkülönült rendszerben, világban zajlik. Nagyon sok mozgássérült, rokkant emberekkel találkozunk, próbáljuk segíteni rajtuk, nem csak hogy a károsodott funkciókat helyreállítani, de még a lelkével is foglalkozunk, és valóban itt tudom megvalósítani ezt. Az óraszorvosokon jellemző egy holisztikai szemléletet. Úgy érzem, hogy most a szakmélek, én megvalósítottam az álmaimat, hát ez is adott nekem Magyarország. Az ő gondolkozás lényegesen holisztikusabb, mint a miénk. Nagyon nyitott mindenre, az összes alternatív eljárásokat, amit az osztályon megvalósítunk, jóformán ez a keresztanyja lehet, hogy így mondjam. És a betegekkel való kapcsolata, az ő közvetlensége, az azt gondolom, hogy iránymutató lehetnek, különösen most 2009-ben. Nem véletlenül mondják, hogy az orvosi szakma egy hivatás, ahol nem létezik különbség ember és ember között. De vajon ugyanolyan előítéletmentesen fogadnak egy orosz orvos Magyarországon? Az előítélet az egy nagy úr. Ez a gondolkodásomban, és nekem is, benne van, és minden embernek, hogy én egyes dolgokról hogy vélekedek. És attól nagyon nehezen szabadulok meg, attól nehezen válok meg. Az előítéletnek és a sztereotípiáknak a feloldása az a megismerésben rejlik. Az, hogy megismerjük a másikat, hogy ő egy egyedi individuum, akire nem lehet ráhúzni sztereotípiákat, megismerjük, hogy hogyan működik az életben, hogyan dolgozik, ha esetleg a kollégánk, és akkor válik egyedivé, akkor tudjuk elfogadni őt, és ez segít minket abban, hogy utána már ne általánosságban gondolkodjunk mondjuk arról az adott népcsoportról. Jelena nagyon régóta él Magyarországon, és azt gondolom, hogy amit orvosként művel, tehát amit a szakterületben dolgozik, az nem sokban különbözik a többi orvostól. Emberileg más egy kicsit, mint a többi orvosunk. Egyrésztről nagyon nyitott. Ez megnyilvánul egyrésztről a betegek felé, másrésztről pedig a kollégák felé, és ki tud alakítani egy olyan hangulatot, egy olyan sajátos hangulatot azon az osztályrészen, amelyiknek az ellátásáért ő a felelős, ami különbözik a többi osztályrészről. Ez egy sokkal vidámabb, színesebb, és ezáltal olyan jelenes.